Acapulco. Un día llegaré con un disfraz, distinto el color, la misma voz. Mexikóváros. Paula kisasszony, bemehetek? Tessék, Hilárió. Asszonyom levele érkezett. A hasonmást megtaláltátok már? Asszonyom, ne haragudjon, akiket talál. Jó, nem érdekel. Kimehetsz. És ma már kérlek, ne zavarjatok. Igenis, asszonyom. Menj már! Oh. Na végre! Micsoda? Hogy... Fiú! Guadalupe is sensuous. Remélem jó ez a hangfal. Legalább akkor tudok otthon táncolni. Despacio diré, amándolo más. Megnézzük. Nem jó. Úristen. Már sötétedik. A nénikém. Úristen. Nagyon ki lesz borulva, hogy ilyen sokáig elmaradtam. Ó, Guadalupe is sensuous, segíts kérlek. Hogy ne legyen ebből semmi baj. Vedd már fel azt a rohadt telefont. Á, Santiago, édesem! Hogy vagy? Tudom jól, hogy 3 nap múlva indulna a gépünk, de még nem találtak hasonmás, viszont rábukkantak az ikertestvéremre. Pablito, az ég szerelmére! Hol voltál idáig, kisfiam? Nénikém, ne haragudj, csak úgy elszaladt az idő, tudod jól, hogy mennyire szeretek sétálni a dombokon, szemétdombon, nézni a tájat, közben énekelni, ne haragudj, nénikém. Na és mutasd, mit találtál? Egész nap ezért voltál el, Pablito? Te haszontalan! Semmi nincs a szatyorba? Juan atyánál jártál legalább megkérdezni, hogy tud-e nekünk adni valamit? Ne haragudj, nénikém. Ígérem, hogy holnap el fogok hozzá menni. Elfelejtettem, kiment az agyamból. De Santiago, fiú! Dehogy is! Ilyenekre már nincs idő. Egy héten belül Carlos Daniel, a férjem, hazaér. Mondjuk igazad van. Egy próbát akkor is megér. Oké. Okay. Jó ét, édesem! Ursula, kérlek szólj azonnal Hiláriónak, hogy jöjjön fel a szobámba, beszédem van vele, és készítsetek elő bőröndöket. Köszönöm. Gyere, Hilárió! Asszonyom hivatott, de ma már mondta, hogy ne zaklassuk ilyen későn. Mi az a fontos? Állíts elő egy repülőjegyet holnap kora reggelre. Acapulcóba utazom. Asszonyom, ilyen messzire utazik, de miért? Jaj, Hilárió, ne üsd már bele mindenbe az orrodat! Annyit kértem, hogy holnap reggelre készíts elő egy repülőjegyet. Acapulcóba utazom, és ennyi, és kész! Ennyi, mehetsz! Igenis, asszonyom. Acapulco. Majd Guadalupe is sensuous. Bárcsak élnének a szüleim. És... mi van, hogyha Páncsa nénikém csak úgy elhallgat előlem mindent, és... és a csoda történne, és élnének még. Guadalupe is sensuous.
fordíts kérlek jóra a sorsunkat. És ott, hogy Páncsa néni ne legyen velem ilyen szigorú. Na de majd holnap a templomban is elbeszélgetek veled. És köszönök mindent. Hiszem, hogy te csodát tudsz cselekedni. Acapulco, Santa Cruz templom. Hú, atya, hol van? Dicsértessék! A Jézus Krisztus nevében. Amen. Gyere csak, Pablito. Jó napot, atyám, dicsértessék! Mindörökké, amen. Hogy van? Hála az égnek, jól, kisfiam, és te? Á, én jól vagyok, atyám. Tudja, Páncsa nénikém küldött. Összeszedtem az adományból pár dolgot. A Szent Mise után megvárod, akkor gyere a sekrestjében. Haj, de jó, atyám! Páncsa nénikém már annyira nem hagy békén ezzel a dologgal. Na meg, nagyon rendes, hogy ilyen sokat segít rajtunk. Köszönöm szépen! Szívesen, mindjárt összeszedem. Várjon, Juan atya! Lenne pár kérdésem öntől, és... Igaz, már sokszor megkérdeztem, de mindig nem válaszolt. De tegnap elgondolkodtam ima közben, és mintha Isten éreztette volna velem, hogy lehet, hogy van remény. Páncsa néni mindig azt mondta, hogy a szüleim elhagytak, de semmi többet nem mond róla, és se a családomról sem semmi, de állítólag itt hagytak önnél. Akkor mondja csak, Juan atya, mit tud a családomról, élnek, vagy mi van velük? Ez gyónási titok, ezt erről nem beszélhetek, kisfiam. Juan atya, kérem, ezt nem teheti velem. És ha élnek, a szüleid már sajnos nem, de én élek, drága ikertesókám. Szentég! Mi ez, atyám? Jó, kisfiam. És ő... Az úr így akarta. Akkor derüljön ki az igazság. Édesanyám, amikor megszültiteket, a szülőágyon azonban elmúlt. Édesapátok. Aj, atyám, siessen már, kérem, nem érek rá. Amúgy is nem kell a szentbeszéd. Mondja el nekem, hogy lettem gazdag, ő pedig hogy került ide szegénykém ebbe a nyomor negyedbe, ebbe a porfészekbe. Paula! Az úr házába ne! Édesapátok, csak azt hitte, hogy lánya születik. Elrette kisfiam, Paulával együtt érkeztél a világra. Édesapátok, már akkor elhunyt, amikor anyátok veletek várandós volt. És mivel azt hitte, elmondom gyorsabban elnézést, atyám, hogy mivel csak egy lánykája születi, így rám hagyta az összes vagyonát. Így édesapám testvére, Ursula nénikém, engem kivett innen a zárdából. Mivel így, hogy édesapám rólad nem tudott, Zabi gyereknek fogtak fel. Ne haragudj. Aztán én kerültem Mexikóba, te pedig ide, ebbe a porfészekbe. Paula, mi szél hozott erre? Miért csak most keresed meg az ikertestvéredet? Eddig is tudtál róla. Segíteni szeretnél rajta? Az már ránk tartozik, atyám. Rám és... Pablo a neved, ugye? Úgyhogy, ha nem bánja, szeretnék kettesben beszélgetni a testvérkémmel. Magatokra hagylak. Szóval, te vagy az ikertestvérem. Tegnap pont imádkoztam egy jelért. Úgy örülök, hogy van családom. És mondd csak, miért kerestél meg? Akkor imáid meghallgattattak. Viszont nem fogom húzni az időt. Azért jöttem, mert van egy ajánlatom számodra. Át kellene vedd egy időre az én helyemet. Micsoda? Ezt hogy? Hogy gondoltad? Én vegyem át a helyedet, miről beszélsz?
Úristennek, hát én... Én fiú vagy. Fiúként? Ugyan már, Pablito. Még a bak is látja, hogy csak kívülről vagy, fiú. Igen jól fog neked állni ez a női ruha, hidd el. Gondolkodj már egy kicsit. Egész életedet itt akarod leélni ebben a porfészekben. Ugyan már. Egy kis időről van szó. Te átveszed a helyem. Arról én majd gondoskodom, hogy teljesen úgy néz ki, ahogy én. Mindent el fogok mondani, hogy hogyan viselkedj és mit csinálni. Csak egy kis időről van szó, amíg én szórakozom. Utána pedig adok annyi összeget, hogy te, Páncsa nénikéd, és akivel csak akarsz, boldogan élhettek utána úgy egy gazdag, boldog életet, ahogyan csak akarjátok, és eltűnünk egymás életéből. Ennyi. Nos, testvérkém. Jó. Elfogadom az ajánlatot. Páncsa néni! Leveleljük! Megyek már! Remélem, hogy Pablito az. Ne haragudjon, nem látta a Pablitot. Két napja nem jött haza. Nem, hölgyem, nem látta. Hogy micsoda? Úristen, Istenem! Pablito elhagyó! Mexikóváros. Guadalupe Szent Szűz, segíts kérlek, hogy minden jól menjen. Asszonyom, Paula asszony, bemehetek? Igen. Mit is mondott mire? Igen, Ilario. Mindjárt pillanat. Mit is mondott? Össze szokta kötni. És hogy... Igen. Pillanat. Jöhetsz, Ilario! Asszonyom, itt a pezsgője. Köszönöm szépen. Szívesen. Asszonyom, milyen volt az út? Nagyon jó volt, Ilario. Carlos Daniel a férje. Engemet hívott, hogy hamarosan hazaérkezik. A férjem? Úristen, kiöntettem. Ó, asszonyom, feltörlöm, jó? Dehogy is, hadd csak, majd én! Mit mondott? Azt akartam mondani, hogy én takarítom fel, mert mivel ha jön haza a férjem, akkor én szeretném megcsinálni a szobánkat. Paula kisasszony, nagyon furcsa. Az út miatt nagyon hosszú volt. Menjen ki, Ilario, kérem. Van egy kis dolgom. Igenis, asszonyom. Hogy mit mondott? Pauláról nem is beszélt. Férjem. Úristen. Guadalupe-i Szent Szűz. Most mihez kezdtek? Ursula kisasszony. Tessék, Ilario, jöhetsz. Mit szeretnél? Ursula kisasszony. Igen? Aki ma hazaérkezett. Nem, Paula asszony. Aj, Ilario, milyen marhasságokat beszélsz? Jó hallottad. Nem, Paula asszony, aki hazaérkezett. Hogy micsoda? Hogy is kell használni ezt a kütyüt? Ezen a számon előfizető nem kapcsolható. Isten. Ki az? Én vagyok a szerelmem, Carlos Daniel. Istenem, most mihez kezdjek? Nyitva van,
Gyere csak! Szép napot, szerelmem, ha? Nem nézek oda, gondolom, megint jól kicsipted magad nekem. És ilyenkor ugye nem szabad oda néznem, amíg azt te nem mondod, hogy már ide nézhetsz. De nézd csak addig, elbújtam a virágok közé, hogy milyen gyönyörű virágokat hoztam neked. Virágot a virágnak, és képzeld, ma a kedvenc hotelünkben is kivettem egy szobát csak mi kettőnk számára, hogy egy romantikus éjszakát töltsünk együtt, ennyi idő után újra kettesben. Paula, oda nézhetek már? Kedvesem? Szóval még nagyon meglepetés lesz. Jó, oda nézek. Paula! Miért fordulsz el tőlem? Nézd már rám, drágám! Esperando por tu amor.